Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a kedves fiatalok! Az első, ami eszembe jutott, az az alkotás öröme. És ezt ilyen fiatal korban megtapasztalni, azt gondolom, hogy nagyon jó. És azért vagyunk itt, hogy titeket, önöket köszöntsük és ünnepeljük. Ha bejövünk itt ebbe a terembe, akkor ott a folyosón, vagy ezen a kissé labirintusnak tűnő folyosón, ahogy végigjönnek, ott fényképeket látnak olyan embereket, akiket az egész világ nagyra tart. Nos, azt gondolom, hogy önöknek, önök közül sokaknak, remélem mindegyiküknek, az a célja, hogy olyan eredményeket érjenek el, olyan alkotásokkal tudjanak hozzájárulni mindannyiunk jó életéhez, hogy a majd elkövetkezendő generációk az önök alkotásait, az önök nevét, és most már itt a digitális képrögzítés következtében nem csak néhány képet, hanem képek sokaságát őrizzen meg erről. Ennek a versenynek a sok-sok verseny között, hiszen az országos tanulmányi versenytől kezdve a különböző szakmák versenyeig nagyon sok, hál' Istennek nagyon sok verseny van Magyarországon. Még jobb lenne, ha ezen a részvételi arány még nagyobb lenne. Ennek a versenynek számomra az a különlegessége, hogy valami olyat hoznak létre, ami kézzelfogható, működik, megtanulják, érzékelik annak a csodálatos érzését, hogy létrehozni valamit, ami az ember elgondolt, elképzelt, aztán a képzelete, a tudása, és persze a adott esetben a kezének munkájával ezt létrehozza. Ezt a alkotás örömét megtapasztalni és másokkal megismertetni az a út, ami hozzásegít minket, ami elvezet minket oda, hogy Magyarországon olyan alkotások szülessenek, amire egyrészt odafigyel a világ, másrészt, ahogy az előbb mondtam, a mindennapi életünket azt jobbá, könnyebbé teszi, és mindeközben abba a helyzetbe hozza a magyar közösséget, Magyarországot, a magyar nemzetet, hogy olyan nemzetként jelenjen meg Európában, jelenjen meg a nagyvilágban, amelyet alkotásairól, kiemelkedő alkotásairól ismernek. Én azt kívánom önöknek, kedves fiatalok, hogy fokozatosan, folyamatosan teljesíteni tudják, el tudják érni céljaikat, teljesüljenek vágyaik maguk. Nagyon fiatalok. Nagyon tehetségesek, nagyon fiatalok, és magukban van alkotó erő. Az a alkotó erő, ami nagyon nagy mértékben szükséges ahhoz, hogy a körülöttünk lévő világot alakítsuk. Most önök ezzel rendelkeznek. Azt kívánom önöknek, hogy legyenek céltudatosak, dolgozzanak keményen, és érjék el céljaikat. Gondolom, aki középiskolába jár, a célja az, hogy felsőfokú tanulmányokat folytasson, aztán gondolom az a célja, hogy doktori fokozatot szerezzen, vagy olyan alkotásokat hozzon létre, amelyre odafigyelnek sokan, és hát remélem sokuknak, vagy van önök között olyan, akinek az a célja, hogy tudományos pályára menjen, kutató legyen. És hát remélem, sokan vannak önök között olyanok, akiknek az a célja, hogy majd önökre úgy emlékezzen ez a nemzet, ahogyan emlékezik azokra a nagyokra, akiknek a képét idejövet láttuk.
Köszönöm a szervezőknek, hogy ezt a nagyszerű versenyt immár 17. alkalommal, hogyha jól emlékszem a számra, megrendezik, és ezzel nagy szolgálatot tesznek, mert ha tovább nem, akkor egy ilyen ünnepség erejéig a sajtóban remélem holnap írnak erről, a elektronikus sajtó ma hírt ad erről, akkor legalább ennyi ideig megjelenik a közvélemény előtt az, hogy az igazi alkotásokat, az igazi alkotókat, az igazán elmélyült embereket ünnepeljük, megbecsüljük és köszönjük nekik, hogy adnak szentelik munkájukat, hogy javítani tudják a mindennapi életünket, hogy az arra törekednek, hogy olyan alkotók lehessenek, akiknek a alkotásaira büszkék lehetünk, és akiknek az alkotásai hasznosak. Itt most díjakat fogunk átadni. Ezek, mint minden verseny, elcsépelt dolgot mondok, minden versenyen természetesen csak néhány díjat adnak, de mint ahogy a hamarosan közelgő olimpián is az első helyezettet látják leginkább, róla szólnak leginkább a híradások, de mindenki, aki képes arra, hogy kijusson az olimpiára, óriási teljesítmény. És mindenki, aki itt benyújtotta a munkáját, az nagy teljesítmény, elismerésre méltó teljesítmény, és egy kicsit az első díjban is ott van mindenkinek a munkája, ott van a verseny, ott van a verseny szelleme, és persze ott van a verseny szervezőinek a munkája is. Sok sikert kívánok Önöknek, sok-sok sikert az elkövetkezendő években, és ez a siker, azt gondolom, hogy mindannyiunknak öröme lesz, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon fontos érdeke is fűződik ahhoz, hogy Önök további sikereket érjenek el, hogy hamarosan Önök között találhassuk a ország legjobb PhD hallgatóit, hamarosan Önök között találhassuk a akadémia jövendő doktorait, ma egy különös egybeesés 11 órakor a akadémiai doktori címet elnyerteknek adtuk át az oklevelet. Hát nagy öröm, hogy a két esemény ilyen szorosan követi egymást, és jó látni a következő generáció arcát, és jó tudni azt, hogy itt van a következő, vagy az azt követő generációja a kiváló magyar alkotóknak. Köszönöm szépen a figyelmet!